Sziasztok, ahogy azt már az előző részben is említettem, ez a rész az intro készítéséről fog szólni. Egy egyszerű intro például, amilyen nekem is van. Úgyhogy ehhez a folyamathoz is a Camtasiára lesz szükségünk, amit már az előző részben használtunk. A folyamat nagyon el fog eltérni, de azt majd meglátjátok. Először is lássunk pár, vagyis nézzünk meg pár videó hátteret, amit ezen a webcímen kaphattok meg, majd belinkelem a videó alá, movietools.info, és itt majd lehet válogatni, különböző hátterek vannak, van ami, meg kell figyelni, mert van ami, azt hiszem, hogy hogy is hívják, Sony Vegas-szal, igen, például itt is lehet megcsinálni, de kicsit bonyolultabb. Na de mondjuk, hogy kiválasztottad, rámész erre, hogy Downloading SD, majd Download, és kitesszük a, hol van, kitesszük a desktopra, könnyebben megkapjuk majd. Tehát akkor megvan a videó, rálépünk a Camtasiára, jó, kicsit hosszas volt, berakjuk a videót, behúzzuk ide, válítjuk 1024x768-ra, ahogy azt már az előző részben elmondtam. Na és akkor az alap videó az valahogy így néz ki, ide kéne zenét bevágni, ugye, mert így magára nem mehet. Lehet, hogy tesz egy akármilyen zenét, amilyen szeretnél. Majd ugyanígy Import Media-nál berakod. Kiválasztod Audio Files. Mondjuk ez, én ezt választottam most ki. Így is most lényegtelen. És behúzod ide az Audio 2 csíkhoz, majd kiválasztasz egy részt, amit szeretnél, hogy a majd az intro alatt menjen. Mondjuk, hogy ha az a rész itt van valahol, akkor csak itt simán behúzod, itt is ezt így megfogod, előbb tudod húzni, meg tudod nagyítani, csak ezt így egy vonalba kell vágni, hogy ne legyen hosszabb a zene, mint a videó, mert akkor a fekete kép fog látszani az intro után. Tehát ez megvan. Akkor most be kéne ide a videóba rakni egy feliratot, amit úgy tudunk a legegyszerűbb módon, hogy rakunk rá egy ilyen call-outot. Kiválasztjuk a callout formáját, mégis lényegtelen, lehet egy ilyen is, és berakjuk mondjuk középre, ezt lehet nagyítani valahogy így, írjunk rá, ki lehet választani különböző írás mintákat, mondjuk legyen ez. Na, jó, beírjuk, hogy a csatornánk nevét, jelen esetben, opa, Razer TV. Ezt tetszés szerint tudjuk nagyítani az írást,
Én úgy szeretem, hogyha jól látszik. Még jobban. Felrakom maxra. Nem, maxon nem jó, akkor 48. Jó. Akkor miután megvan a felírás, ennek is tudunk adni egy sajátos szint, ha jól tudom. Igen. Mondjuk legyen piros. Ha jól tudom, forgatni is lehet. Igen, itt erre a zöld pontra kattintva lehet forgatni. Valahogy így. Viszont, ha úgy azt szeretnéd, hogy átlátszó legyen, hogy látszódjon hátul ott az a maga a videó, akkor rámész erre a fill gombra, és kiválasztod a no fill-t. És ha idegesít itt ez a határ, akkor a borderre és no border. És így egyszerűen meg van oldva. Ezt még mindig tudod húzni, ahova szeretnéd. Hát, hogyha ez így lesz, akkor inkább nagyobba berakni. Így valahogy. Jó. Ennek a... Ja igen, még azt, hogy ezt a részt, ezt itt teljesen kiszoktam én húzni. Nem tudom, ti hogy akarjátok, lehet olyant is, hogy csak így a végére jelenik meg az írás. Egy ilyen speciális effekttel, hogy így megvillan, vagy nem tudom mi. Ezt itt lehet állítani, a fade in, az amikor bemegy. Amikor megjelenik. Ezt tudod gyorsítani, tudod lassítani, vagy ki is tudod venni. Hogyha azt szeretnéd, hogy az egész videó folyamán, vagyis az egész intro folyamán meglegyen ez az írás, akkor simán meghosszabbítod. Bármeddig tudod hosszabbítani. Valahogy így. Fade in-t berakhatod, úgy mondjuk az elejéig, és a fade out-ot azt szerintem nem szükséges. Tehát akkor valahogy így fog kinézni, amikor az intro elkezdődik. Jó, kicsit durva a zene, de ez most nem számít. Na, akkor ez megvan. Tehát így néz ki egy egyszerű intro elkészítése. Itt még lehet különböző dolgokat hozzáadni, effekteket, meg sok más dolgot. Tehát, hogyha megvan mondjuk ez maga a videó, akkor úgy, ahogy az előző részben volt, produce, kiválasztod a custom, tovább viszed, beírod a nevet, amit szeretnél, majd befejezés, és meg lehet, hogy letegyen az a csík. Persze itt még sok mindent lehet változtatni, ezt majd ti is ki tudjátok köbözni. Hát szerintem ennyit. Itt nagyon intro téren nincs ennyit mondani, esetleg még lehet olyanokat csinálni, hogy kicsit jobban nézzen ki, hogy mondjuk ezt a dolgot berakod narancssárgába, és a határt mondjuk fehérre. Meg lehet ilyen dolgokat még rakni, de ezt majd ti, ahogy akarjátok, megcsináljátok. Nem tudom, mondtam, de még hogyha mondtam, akkor még egyszer elmondom, hogy ez a fade out, ez az, amikor az írás eltűnik lassan így, mint hogy a ködben lenne, nem tudom másképp elmagyarázni. Tehát akkor megvan a videó, más videó, ilyen templéteket is le lehet tölteni erről az oldalról, a movietools.info-ról. Ha gondoljátok, akkor le lehet tölteni különböző
írás típusokat is, vagy ezeket is lehet választani. És remélem hasznos volt ez a videó számotokra, és egy alapszintű intrót ugye el tudtok készíteni. Ha valaki komolyabb intrót szeretne, ahhoz Sony Vegasra lesz szüksége, és ez egy kicsit nehezebben kezelhető, mint a Camtasia. Na de én be is fejezném ezt a részt, akkor köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!